A község napi alkalmából megemlékeztek a város eredeténél, a halásztéren Magyar Kanizsán. Ezen a helyen, ahol jelenleg vagyunk, ugye ez itt egy szép magaslat, ezen folyamatosan emberi civilizáció nyomaira tudunk bukkanni. Viszont a mai napon, ami számunkra fontos, a honfoglalás után a magyar törzsek is megtelepedtek, közülük is megtelepedtek itt ezen a területen emberek, létrehoztak itt saját kis településeket, amely jogfolytonosan itt volt egész a török időkig, és részben erre emlékezünk. Igaz, hogy a dátum, amihez ma kötjük, az annak a dátuma, hogy pont 333 évvel ezelőtt űztük ki erről a területről a törököket, és mi ezt ünnepeljük jelen pillanatban község napjaként. A rövid alkalmi műsor után megkoszorúzták a város eredetét jelző szobrot, ami a 333 évvel ezelőtti eseményekre emlékezteti a helyieket. Az emlékezés virágait elhelyezték az önkormányzat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a szabadkai főkonzulátus, a helyi közösség, a testvérvárosok települései, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete, a Szerb Haladó Párt községi szervezete és a Községi Tűzoltó Egyesület képviselői.